Sziasztok! A Vadvilág világnapja alkalmából ellátogattunk a Szegedi Vadasparkba, ahol a szervezők színes programmal várnak minket. Tartsatok velem! Az Agrárminisztérium környezetért felelős államtitkársága az idei évben a Szegedi Vadasparkot kérte fel, hogy együttműködésük keretében legyen házigazdája a Vadvilág világnapjának. A rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatót dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár és Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója tartotta. Ugye azt gondolom, hogy minden állatkertnek a legfontosabb feladat az, hogy a környezetudatosságot, a természetnek a szeretetét a gyerekekbe beleplántálja, illetve a gyerekeken keresztül a szülőkbe, nagyszülőkbe egyaránt, hiszen azt gondolom, hogy a természet az mindenkié, és mindenki felelős érte egyaránt. Hát rendkívül fontosnak tartom azt, hogy hívjuk fel az emberek figyelmét minden adandó alkalommal arra, hogy mennyire fontos nekünk. Veprik Róbert beszámolt a Szegedi Vadasparknak a természetvédelem területén tett erőfeszítéseiről is. A Vadaspark 1997 óta foglalkozik állatmentéssel. Ugye ez azt értjük, hogy vadállatokat, tehát háziállatokkal nem foglalkozunk, csak nagyon ritkán. Alapvetően vadállatoknak a mentésével foglalkozunk. Egyrészt a lefoglalt állatokat, amit a határokon csempésznek át és esetlegesen megkerülnek, illetve a szabad természetben elárvult, lesérült állatoknak a mentését folytatjuk. Ugye a fő elvünk az, hogy ami szabadon szedett, annak szabadon kell, hogy éljen, tehát mindent visszaengedünk a szabad természetben, amit lehet, és ugye ezt egy saját erőből végzi a Vadaspark. Ugye néhány játék a számokkal, hogy a Vadasparknak a gyűjteményének szinte nagyobb, évente nagyobb számba érkezőbe mentett állat meg lefoglalt, mint a Vadaspark teljes gyűjteménye. Ez rendkívül fontos, és én azt gondolom, hogy nagyon felelősségteljes munka. Mindig élmény elengedni állatot vissza a természetbe, lehet ez egy kölyök állat, lehet ez egy felnőtt állat. Ugye lehet azt látni, amikor meggyógyul egy sas például, akkor csak az eget kérdezi, hogy mikor mehet, és amikor úgy látjuk, hogy na most van az ideje, hogy menjen, akkor nagy élmény szabad elengedni egy, akár egy sast, akár egy gólyát, akár egy fecskét. Én azt gondolom, hogy a természet az mindenkié, de mindenkinek szeretnie is kell ahhoz, hogy meg tudjuk védeni és óvni. Az elefántház volt az, ami a legnagyobb esemény volt az Vadaspark történetében. Illetve hát ugye ebben az évben leszünk 30 évesek, és hát ebben az évben szeretnénk egy jó szarvúházat megnyitni a közönség előtt, erre megvannak a tervek. Most függ a közbeszerzés, és a közbeszerzés után akkor megkezdődik az építkezés, és ez év őszén szeretnénk megnyitni a közönség számára. Ázsiai országok kerülnek bemutatásra, egy tenyészprogram keretéből fognak érkezni, váltan két fiatal egyet. Először egyivarúak lesznek, és amikor jól érté válnak, akkor az egyik elmegy, és kapunk egy jelenkezőt, hogy tudjuk szaporítani őket. A Vadvilág világnapja az az esemény, melynek alkalmával felhívjuk a gyerekek érdeklődők figyelmét a fajok védelmére, a veszélyeztetett állatok illegális kereskedelmére. Ebben Magyarország speciális helyzetben van, hiszen a illegális állatkereskedelemnek a legnagyobb felvevő piaca az Európai Unió. Gyakran itt próbálnak belépni ezek a szállítmányok az EU területére, tehát nekünk különösképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Ráadásul nálunk is vannak olyan fajok, amelyek a védett veszélyeztetett állatok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény hatály alá esnek, és nem szabad velük kereskedni, ilyen például a barna medve, a farkas, a hiúz, a ragadozó madaraink mindegyike, vagy az összes orchidea fajunk, tehát fel kell hívnunk a figyelmét a lehető legtöbb embernek arra, hogy ezeket az élőlényeket a legnagyobb háborítatlanságban kell megőriznünk a saját élőhelyükön. A Szegedi Vadasparkkal hosszú éves jó kapcsolatunk van. Itt hátam mögött egy mentőközpont működik, itt helyezik el és gyógyítják fel a sérült, kobzott állatokat, amíg mondjuk a büntető eljárás lezajlik, és aztán amikor fölgyógyítják őket, akkor visszahelyezzük közösen az eredeti élőhelyükre. Elmúlt években több közös programunk volt, dolgoztunk például egy több mint 1000 görög teknősből álló szállítmányon, amit lefoglaltak Szerbiából, próbálták becsempészni az EU területére. Itt ez nagyon nagy üzlet, hiszen ma már azt mondják, hogy talán a kábítószer meg a fegyverkereskedelem után a legnagyobb iparága a szervezet bűnözésnek. Éves szinten
olyan 160 milliárd dollárra becsülik az illegális állatkereskedelemnek a forgalmát, és hát ezt könnyen megérthetjük a görög teknősöknél, 5 euróért szedik őket az élőhelyükön össze, és aztán 100-120 euróért adják tovább, ezt hallhattuk az igazgató úrtól, és itt például az elmúlt években egy ilyen 1000 fős görög teknős állományt neveltünk, vagy gyógyítottak itt, és aztán helyeztük vissza az eredeti élőhelyükre, de volt több mint 100 egyedből álló jákó papagáj is itt elhelyezve, szintén közösen, mihelyest lehetett, közösen gondoskodtunk arról, hogy a eredeti élőhelyükre visszakerülhessenek. A barátaimmal jöttem, nagyon tetszenek a bemutatók, és a fókák voltak a kedvenceim, meg a pinginek. A Vadvilág világnapja alkalmából szervezett programokon a Vadasparkban több mint 200 gyerek vett részt. A park ebben az évben is szeretettel várja a látogatókat színes programokkal.